A közszolgálatért végzett tevékenység és példaértékű szakmai munka elismeréseként a múlt héten 10 kategóriában adták át a Duna Média Szolgáltató által alapított szakmai díjakat. Köszöntjük Borbé Mihály Kossuth és Liszt Ferenc díjas klarinét művészt, a Vujicsics Együttes alapító tagját, abból az alkalomból, hogy az együttes Doknányi Ernő díjat kapott, amelyhez mi is gratulálunk itt élő műsorban a Librettóban. Üdvözlünk, jó estét kívánunk! Jó estét! Hát azért és köszönjük a gratulációt. A Borbély Mihályról, a formációkról van szó, a Vujicsics együttesről, akkor díjakból nincs hiány. Elég, hogyha csak ugye legutóbb a Kossuth díjat megemlítjük. Hogyan fogadtátok a mostani Doknányi Ernő díjat? Megtisztelő minden művészeti díj, különösen amikor egy ilyen nagyszerű muzsikus a névadó, aki ugye kötődik is a régi Magyar Rádióhoz, és hát egy ilyen szakmai díj az mindig felelősséget is jelent. Nekünk ez a felelősségi már 49 éves édes terhünk, jövőre leszünk 50 évesek, és hát ilyen szempontból aztán tényleg legjobbkor jött a díj, és azt a felelősséget és azt a szolgálatot, amit úgy érezzük, hogy felvállaltunk 1974-ben, azt még tudjuk továbbvinni, és ez az én nagy. És ha már a 1974-et említed, ugye akkor alakultatok, viszont nem ezzel a névvel. Miért változtattatok egy év után ráadásul? Amikor megalakult a zenekar, még volt is kapcsolatunk Vujicsics Tihamérrel, terveztünk is vele közös munkát, illetve azt, hogy ő a szárnyai alá vegyen és pátyolgassa a mi terveinket. Sajnos ugye elég fiatalon halt meg, 47 éves, 47. évében volt, 1976-ban, és halála után vettük fel a nevét, és a következő évben, amikor a Ki mit tud, 75-ben volt ez a reprőszerűenség, és mi 76-ban vettük fel a nevét, és 1977-ben, amikor a Ki mit tud népzenei kategóriájában nyertünk, akkor már Vujicsics együttes voltunk, tulajdonképpen akkor vált ismerti ezen a néven a zenekarunk. És hát azért, hogyha ha már népszerűvé váltatok ezzel a névvel, komoly nemzetközi sikert is gyorsan befutottatok. Melyik az a pont, amely ebben az 50 évben, most már mondhatjuk lassan, hogy tényleg 50 év, amelyekre a leginkább büszkék vagytok? Nagyon jó eső a legkisebb falvaktól elindulni, és akár Ausztráliáig is eljutottunk, és azért úgy viccelődtünk ezzel, hogy most a világ túloldalán vagyunk, kellett számolgatni, hogy mikor telefonáljunk haza, mert az időkülönbséget még nem szoktuk meg. De amikor egy pici faluba vagyunk, akár egy olyan helyen, ahol korábban gyűjtöttünk, és annak a kis falunak a zenéjét valamikor elvittük a nagy nyugati fesztiválok színpadaira, akkor összeérnek ezek a szálak, és ezt is, tehát így később fogalmaztuk ezt meg, hogy talán ez az egyik legfontosabb missziójunk, hogy a kis falvak zenéjét a nagy koncertpódiumokra elvittük. És egyébként ott is értik ezt a fajta zenét, mert hogy azért mégis más, amikor mondjuk ennyire távolra viszitek el. Nagyon különleges, nyilvánvaló, egy jó ideig játszottunk Kuwaitban is például, amiről kérdeztek minket, hogy ott fogadták a zenekart, mondtam, nagyon egyszerű, képzelj el egy kuwaiti zenekart Magyarországon, és hogy milyen különleges, tehát ugyanez a helyzet, egzotikusnak, különlegesnek tartják, és pláne a mi esetünkben az is különös volt, hogy mi kisebbségi kultúrát Magyarországról jöttünk, de játszottunk persze magyar népzenét is, hogy pláne felvillantsuk, hogy mi a különbség, de a műsorunknak a nagy része az a szerb és horvát. Sőt, pont, hogy ennek a sokszínű fúziónak az ízét szeretnétek megmutatni, ugye a magyarországi délszláv nemzetiségű kisebbségeknek a zenei kultúráját mutatjátok meg, természetesen valamilyen szinten magyar köntösben. A közönség itthon ez alatt az 50 év alatt hogyan formálódott hozzátok? Hogyan ismerte meg ezt a kultúrát? Sok koncertet játszottunk már a pályán koreai szakaszában is, de akkor még nagyon jellemző volt, hogy a táncház mozgalom elejéről beszélünk. 1975-ben már volt Budapesten állandó táncházunk, épp a minap játszottunk egy pár nappal ezelőtt a Közgazdasági Egyetem, ugye most már Corvinus Egyetem, és ott 75 éves az a néptánc csoport, akik szervezték annak idején a táncházakat. Nekünk 75-től olyan 78-9-ig, tehát egy 4-5 évig volt állandó táncházunk az egyetemen, és itt nosztalgiáztunk, hogy abban az időben tényleg a koncertjeink mellett rengeteg táncházat játszottunk.
mai napság inkább koncertezünk, és amikor olykor-olykor táncra is perdülhet a közönség, azt direkt kérdezik, várják, hogy mikor lesz olyan koncert, ami után táncál is lesz, és hát ez azért akkor még az jövőre erre is lesz számos alkalom. Na és akkor jövőre, mert hogy ugye többször emlegettük már ezt az kerek ötvenet, mivel készültök? Táncházzal. Azzal biztos. Igen, egyébként talán szimbolikus az, hogy a szerb szilveszter, ugye 13 nap az eltérés a Gergely naptárral, ugye az ortodox naptárral, és január 13-án lesz a szerb szilveszter. A Fonobudai Zeneházban minden évben, az utóbbi pár esztendőben csinálnak egy ilyen szerb szilveszteri bulit. Ott fogjuk bejelenteni az egész évnek a programját, és egyébként Horváth László a Fono igazgatója, sokat segít nekünk ennek az 50 évnek a praktikus dolgaiban. Tehát tudja, hogy mit nem szabad zenészekre hagyni, és ott jelentjük be a teljes programot, illetve aznap este mi kezdjük majd el a programot, a táncházat, tehát biztos, hogy mi fogjuk beindítani, és a mi generációnkat is várjuk oda, nem csak az aktuális fiatal. Hát akkor ez egy szuper újévi és egy jubileum évnyitó lesz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és nagyon sikeres 50. születésnapi évet kívánunk, és boldog karácsonyt! Köszönjük, és hasonlókat mindenkinek! Köszönjük!